Szavaztok, hogy mindenkinek a mai videóban 10 dologról beszélünk, amit minden Fortnite játékos hiányol. Dobj el lájkot, ha akarsz még új tartalmakat látni a Fortnite-ból, vagy több tartalmat, mint a jelenlegi, ami egy héten egy, és jelezd komment szekcióba is ezt. Minden kommentet, amit most leírsz ehhez a videóhoz, mindegyikre fogok reagálni, úgyhogy vagy válaszolni fogok rájuk, vagy beszívezni, vagy bármi. Szóval most nézni fogom egy 2-3 napig maximum, és bármit írsz, reagálok rá. Nézzük is az elsőt itt a listánkon, az első, hogy sokkal több térkép változtatás. Hogyha emlékszel még a Chapter 1 utolsó szezonjaira, akkor biztosan tudhatod azt is, hogy sok map változtatáson esett át a játék. Ott volt például a TC Tower, ugye Junk Junction, Shifty, meg ezek. Mennyire jó volt, hogy egy csomó új terület jött állandóan. Szinte minden frissítésnél volt valami map változtatás. Létrejöttek a Reef zónák és egyéb bőrű dolgok. Viszont ha megnézzük a Chapter 2-t, hát nem tudom, szerintem az epi kicsit csalódást okoz nekünk ebben, mert nem sok minden változik vagy változott, mióta ezen az új térképen vagyunk, nem? Talán a legnagyobb változás az volt, amikor a Chapter 2 Season 3-ban az egész térkép a víz alá került, de azóta nem sok újítás történt. Én úgy emlékszem, hogy régen minden update-nél volt egy kisebb térképváltoztatás vagy valami. Vagy valami easter egget kaptunk, például a következő skinről, ami jönni fog, vagy storyline-ről, valamit elmeséltek így a Fortnite világáról. De mióta megérkezett a Season 5, mindössze egy dolgot kaptunk, ugye ezt a Predator hajóját vagy mi, vagy legyen is ez bármi. Ugye a Stronghold-nál találjuk ezt, szóval semmi új update, tehát nem kapunk már azóta ezekről. Játékosok például biztos hiányolják már a Pipement, a Szikla családról, és többet ezekről nem nagyon fogunk szerintem hallani, pedig ezek jó háttértörténettel látták el a játékot. Valamikor szerintem a Fortnite elvesztette már ezt a személyiségét, egyéniségét, amivel jobban kitönt más játékoktól. Nézzük egyből a másodikat a listánkon, a koncertek. Talán azt lehet mondani, hogy az egyik legepikebb dolog, ami a Fortnite-ban van, az a koncertek. Talán azt sem erős kijelenteni, hogy a játék történetében ezek voltak az egyik legnagyobb dolgok. Jól tudom, már két koncert volt a játékban, de ennyi. Mi többet látnánk szerintem szívesen. A crossover live eventek is valamennyire szórakoztatóak voltak, ugye emlékeztek a Star Wars-re meg ezekre, de azért a koncertek jobbak voltak. És mind a kettő szerintem 10/10-es volt. Szóval a Travis Scott koncertről beszélünk, és a másik, ami már két éve volt, az a Marshmallow koncert. De hiszed vagy sem, a Travis Scott koncert is már 10 hónapja volt. Két év alatt két koncert, most már azért szerintem nem lenne rossz egy harmadik is. Apropó, harmadik a listánkon a launchpad. Oké, szerintem ez a lista semmit nem érne, ha nem lenne rajta a launchpad. Fortnite adott rengeteg mobilitást nekünk. A Bouncer, a Crashpad, a Shockwave gránát, és még sok más. De a mágikus launchpadet szerintem semmi nem bírja felváltani. Egész csapat el tud vele rotételni, tudja használni, és azért volt szerintem az egyik legjobb mobility item, mert egy trap slotot vett el, ugye. Nem az alapfő slotunkat, mint mondjuk a Crashpad, hogy egy helyet elvesz, vagy a Shockwave, hanem egy trap slotot, és ennyi. 4-es. Ami itt a listánkon az Original Secret Skin. Már elég sok idő telt el, mióta utoljára titkos skin tartalmazott volna a Battle Pass. Több mint másfél éve, csak tudni akarjátok, az utolsó ilyen Secret Skin a Chapter 2 Season 1-ben volt, ha emlékeztek. És az volt, amit látunk, csak random crossovereket, Deadpool, Aquaman, Wolverine, ez semmi. Oké, okay, ezek sem voltak rosszak, most meg a Predator. De a régi titkos skineket szerintem semmi nem váltja föl. Az volt a jó bennük, hogy titkosak voltak. Tehát elsőre nem is tudtuk, hogy milyen skint fogunk kapni. És most már tudunk mindent. Elmondják, mi lesz. Az együttműködés, és ennyi. Lehetett volna bármiféle titkos skint is kapni most Chapter 2 Season 5-ben. Akármire lehetett volna számítani, erre mit kaptunk? A Predatort. Ami szerintem simán, mint a God of War-os Fawcer, a Kratos, vagy a Master Chief, ami simán item shopos item. Szerintem a Predatort betették volna item shopba, senki nem szólt volna. Én nem találom akkora különlegességnek, mint a régi skineket, szóval szerintem ez nem olyan epic. Az én véleményem az, hogy jó lenne a Season 6-ra valamit változtatna ezen az epic, és visszahozná ezt. Valami olyan skint kapjunk, amit már tényleg titkos, vagy érdekesebb, mint ezek. De ami még az egész Chapter 2-ben egyetlen egyszer se láttunk, az az ötös, a Vending Machine. Azt kérdezném, hogy ismered-e a Vending Machine-t, nagyon egyszerű és határozott választ kapnék. Igen. Nagyon hasznos része volt a Fortnite-nak, és nagy mértékben csökkentette az RNG-t is. Hogy miért? Mert ha nem is volt a legjobb lootod, de találkoztál egy ilyen
nél, ilyen vendégmasinnel, akkor javított a helyzeteden. Egy rakétavetőt ki tudtál szedni, egy Jagot, akármit. Most a Chapter 2 Season 5-ben már vannak NPC-k, ami valamilyen szinten azt lehetne mondani, hogy az Epic ezzel akarta volna a vending machine-t helyettesíteni, de azért szerintem a kettő nem ugyanaz. Nem fogja tudni fölváltani. Most itt tudod fejleszteni valamelyiknél a fegyveredet, de azért szerintem az más. Itt a Chapter 2-ben is volt már, hogy feltűnt többször is egy glitch formájában a térképen, de ennyi, semmi több, nem láttuk még. Hozzák vissza nekünk. 6-os, a régi járgányok. Itt elmondhatom, hogy nem csak a régiekre gondolok, hanem lehetnek újak is például, ami sokkal ötletesebb, mint ezek a mostani. Az, hogy most benne van egy kamion, vagy teherautó, vagy hívd, ahogy akarod, vagy benne van egy sima motorcsónak, vagy egy normál autó, még hogy a sportkocsira is hasonlít, azért számomra nem tudja leváltani, ami a régieket. Például mennyire epik volt, akkor ott volt a quad, és áthajtotta egy enemy épületén, vagy bármin érted, és tudtad használni azzal értébe a körbe, mekkora trükköket tudtál vele végrehajtani, vagy ott volt a snowboard, mikor a havas részén mentél ott lent, pálya alján, és ezeket a feelingeket, ezek nem tudják szerintem fölváltani. Úgyhogy ha ezeket nem is hozzák vissza, valami ötletesebb járgányokat találjanak ki. Például még a bowlert is ide sorolnám, mert az is hiányzik. Kár, hogy nincs benne, de jó lenne, ha visszakerülne. Ti hogy vagytok ezzel? Ezeket a járgányokat preferáljátok jobban, vagy a régieket? Írjátok le a komment szekcióban. 7-es, a season felépítése. Talán ezt is hiányolják az emberek. Jó, a Chapter 2-ben voltak jó live eventek. Galactus event, vagy a Travis Scott eventre gondolok itt a koncert. Most ha jól belegondolunk, mennyivel jobban fel voltak építve a Chapter 1-esek, nem? Ezek az eventek. Például a Robot Fight szörnyel, vagy a Kevin ugye a kocka. Az ikonikus dolog volt a Fortnite-ban a Kevin. Szerintem ezek az eventek jobban elő voltak vezetve, fel voltak építve. Például amikor egyre több és több részletet láttunk a robotnál ott a vulkánnal, ahogy oda glájdolta és láttad, ahogy ott a robot is, úristen, mekkora epik érzés volt ez az egész, hogy ott voltál és azt láttad, hogy azt a robot, ez mekkora robot, úristen, most mi lesz vajon az eventben? Lesz valami csata vagy harc? Na ezek az érzések szerintem hiányoznak sokatoknak, és nekem is ezekben a Chapter 2-es dolgokban annyira ez így, mintha kicsit üres lenne ez, nem? Mintha ezek így kicsit kihaltak volna ezek az érzések. Epic ezen is változtatna, úgyhogy én ezen még dolgoznék az Epic helyébe, és hát a kapunk nem sokára valami hasonlót. 8-as, a 100%-os chestbone. Chapter 2-ben az Epic meghozott egy olyan döntést, aminek a játékosok túlnyomó többsége szerintem nem rült. Méghozzá az, hogy nem 100%-os a Lada spawn. Még a Chapter 2 elején ez volt az egyik legnagyobb, szerintem is legjelentősebb dolog a térképen, hogy 100% chest spawn volt. Mindegy, hányszor indítottad el a játékot, mindegy, hogy hányszor ugrottál ugyanerre a helyre. Tudtad, hogy ha egy idő után megtudtad a térképen, mi hol van, akkor ott számíthatta egy ládára. De az Epic mégis úgy döntött, hogy egy pár seasonnal ezelőtt, hogy ne legyen tovább 100%-os Lada spawn. Nem is értem, hogy miért. Nekem hiányzik. És nektek? 9. a Siphon. Szerintem az az egyik legnagyobb dolog, amit minden játékos hiányol, az ez. Főleg amikor a Season 8 teli volt minden játék, fegyverekkel, tárgyakkal, akkor tényleg szerette a community. Siphon ugye az az a mód volt, amikor hogy megölte egy játékost, akkor HP-t vagy shield-et kapta helyette. És szerintem ez szuper volt. És úgy gondolta az Epic, hogy ezt megszünteti, mert sokkal agresszívabbá tette ezt a játékot, ugye Fortnite-ot, pro játékosok sokkal erősebbek lettek, mint egy sima casual módban. Ha megnézzük, a Siphon technikailag aktiválódik az arénába, de az emberek inkább egy sima bér módra vágynának, egy casual módra, mint hogy az, hogy aggódni kelljen a kompetitív mód miatt. Ez a mód még materiált is adott, ha jól emlékszem, miután megöltél egy ellent, szóval még azt is könnyebbé tette, hogy nem kell farmodod annyira a materiált, mint ezelőtt. És az utolsó, a 10. a sorba, a Pump Shotgun. Pump Shotgun volt talán a legnépszerűbb fegyver a Fortnite története során. Sokan szerették, és talán kevesebben nem, de amiért az Epic kivette, most a Pumpot a Fortnite közösség elég rage módba kapcsolt, sokaknak ez nem tetszett. Ami érthető szerintem. És a taktikán elérhető, meg a Charge, ami szerintem borzasztó, és most jött be az új Lever Action Shotgun, amire azt mondhatnám, hogy végülis nem olyan rossz. Nem mondom, hogyha visszakerülne, én egyből használnám, én inkább Tuck Shotgun párti vagyok, de azért hiányoljuk. Ennyi lesz srácok most ez a 10-es listám. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot és ne felejtse feliratkozni, és ahogy mondtam már korábban, szerintem a Season 5 szuper. Talán ez a legjobb Season itt a Chapter 2 szériában, de rengeteg mindent hiányolunk. Nem érdekes az, hogy nagyon rég volt már benne utoljára, vagy akármi más a játékban,
De ha úgy érzed, hogy valamit kihagytam a listáról, azt tudasd velem a komment szekcióba. Mint ahogy a videó elején is elmondtam, minden kommentre reagálni fogok, vagy komment formájában, vagy másképp. Úgyhogy várom a hozzászólásokat. Srácok, illetve lányok, ennyi lesz ez a én 10-es listám. Lájkold a videót, oszd meg, és iratkozz föl, ha ezt még nem tetted meg. Srácok, illetve lányok, érjük el együtt a 20 000-est, már csak pár száz szub kell hozzá. Úgyhogy nagyon-nagyon örülnék, ebbe tudtok támogatni, feliratkozol, és nem sokára meg lesz. Úgyhogy ezt köszönöm, a következő videóban találkozunk. Na, szevasztok!